Sziasztok! Vágott sóstea süteményt fogunk készíteni. Ez ide már bekészítettem 350 g vajat, 100 g tejfölt, 25 g sót. Be is helyezem a gyúrógépbe. Egy picit elkeverem. Közben hozzáadjuk a élesztőt. 5 g élesztőre van szükségem. Nekem most poliélesztőm van, egy csipet. Leállítom, tehát 600 g isztet hozzáadok. És lassan elgyúrom. Összeállt annyira a tészta, hogy ne legyen benne szabad volna liszt. Ilyenkor hozzáadhatom a tojássárgáját. Négy nagyobb vagy öt kisebb tojássárgája. Jó, simága gyúrom a tésztát, és utána ki fogom nyújtani. A tészta szépen elvált az edénynek az oldalától. Ilyenkor le is állítom. Nem szabad sokáig gyúrni, mert megolvad benne a vaj, kicsapódik, és akkor szétolvad, és akkor fog sisteregni a sütőben. Ha nincsen ilyen gépünk otthon, akkor arra kell nagyon figyelnünk, hogy a kezünk melegétől is olvad. Egy picit hát kell gyúrnunk, sima legyen a felülete. Nagyjából jó lesz. Lelisztezünk egy nyújtódeszkát, egy vágódeszkát, csak vékonyan. És én most nem fogom nagyon szabályosan kinyújtani. Az a lényeg, hogy ne egy gyúrnyi vastag legyen. Pici liszt a tetejére is, ne tapadjak bele. És nyújtófa. Megfagyott a vágócsós tésztánk. Kikészítjük. Le fogom még egyszer tojáshozni, különböző kiszúrókat használok, illetve kést ahhoz, hogy különböző formákra alakítsam. Ízesítése megszólom szezámmaggal, van itt lemmagom nekem, a kedvencem a köménymag és egy jófajta kis parmezán sajt. Nézzük. Én először a legegyszerűbbel kezdem. Vágok csíkokat, mondjuk így ekkorát, félreteszem az egészet, és egy másik vágódeszkám foglalkozok ővelük. Őt megkenjük kis tojással, és ő legyen mondjuk a parmezános. És a legegyszerűbb felvágása neki, egy picit elhúzom ugye egy centire, hosszú egyenes kés, és a kettőt vágom egyszerre. Alig húzom. A cukrászdákban ezt úgy szoktuk csinálni, hogy mindjárt a sütőlemezen vágjuk fel, viszont a cukrász sütőlemeznek nincsen ilyen pereme, nem férek hozzá a késsel, úgyhogy kézzel fogom belepakolni. Egy pici lisztet dobok alá, csak egy nagyon keveset. A következő legyen mondjuk a köményes, azt úgy tudom szépen egyenletesen elosztani rajta, úgyhogy ráborítok egy adagot, így elkenem, és mivel most kentem rá a tojást, ez szépen rátapad, ott, ahol én szeretném. A maradék pedig lepereg. Köményesből kis féloldagot készítek, az első darabot kivágom, és utána passzintom hozzá. Most is igyekszek azért hasonló vastagságot készíteni, mint a kis hasábokból volt, mert egyszerre fognak megsülni. Tele a tepsi, megyünk be a sütőbe, 230 fok, körülbelül olyan 15 perc.